Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ismét Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. Egy sokoldalú vendéget hívtam a mai műsorba, akinek egyrészt van egy nagyon szép hivatása, másrészt egy másik élete is van a hivatás mellett. Egy nagyon érdekes életutat szeretnék ma önöknek bemutatni. A stúdióban szeretettel köszöntöm dr. Tóth Gábor, sebészfőorvos urat. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hát, nagyon szívesen. Kezdjük azzal, hogy ugye azt mondtam, hogy sebészfőorvos, de ez mellett van egy nagyon érdekes másik énje, vagy másik élete, ha lehet így fogalmazni. Ugyanis a Dr. Jazz Band, vagy Jazz Trio, majd kiegészíti ön, hogy melyik a helyes megfogalmazás, formációban és alapítótagként ugye ön már évek óta, vagy több mint egy évtizede játszik. És zongorista természetesen ebben a felállásban. Hogyan fér meg ez a két dolog így egymás mellett? Hát ez nehezen összeegyeztethető, de ugye ez a sebészkedés is egy egész embert kíván a nap 24 órájában szinte, meg a zenei tevékenység is olyan, amivel foglalkozni kell, tehát gyakorolni kell minden nap több órát, és hogyha az ember fáradt a munkája miatt, akkor is ezt muszáj megcsinálni. Menjünk egy picit akkor az elejére a dolgoknak. Szeretném egy picit ketté választani, de aztán majd persze összefonni a két dolgot. Az elején, a gyermekkorában ön arról álmodozott, hogy sebészfőorvos lesz? Nem egyáltalán, régész szerettem volna lenni. Végeztem is ácsatásokat a családi ház kertjében, és találtam is római kori falat, meg régi ékszereket, meg ilyesmit. Ez a családi ház merre? Ez Budapest. Volt. De hát aztán édesanyám más irányba orientált, ő orvos szeretett volna lenni, aztán ez irányba presszionált, hogy hát, ha én is az leszek. Hát aztán így lett. Ehhez milyen iskolákat kellett végezni? Merre járt, merre tanult? Budapesten, Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. És akkor ezen közben zongoráztam, tehát 6 éves koromban elkezdtem zongorázni. Ez kezdetben klasszikus zenét jelentett, aztán utána elkezdtem valamit csinálni a zongorán, és nem tudtam, hogy az mi, mert olyan furcsa volt. Aztán jóval később egy rádióműsorban hallottam hasonló furcsa hangzásokat, és akkor arra azt mondták, hogy az jazz. És innentől kezdve úgy gondoltam, hogy akkor én jazzt játszom, és elkezdtem abba az irányba orientálódni. És akkor a zenei képzés is megvolt ehhez? Már gyermekkorban elkezdődött? Nem. Egy hosszú időn keresztül ez autodidaktaként zajlott. Sok számot is, hát azt nem mondom, hogy írtam, de találtam a klaviatúrán, amik azóta is miért a fejemben vannak. Hát mert nem írtam le őket soha, csak megjegyeztem. Aha, tehát memóriából dolgozik teljes mértékben? Igen. Azért az nem egy egyszerű tehát dolog. Lehet, hogy nem látszik a fejemet, de van benne körülbelül 30 saját szám. Azt azért nem lehetett könnyű megjegyezni. Igen. Kicsit kanyarodjunk vissza akkor még az orvosláshoz. Jó. Ugye, hogy az iskolában ugye orientálódni kell nyilván, területet kell választani. Miért pont a sebészetet választotta? Hát bíztam benne, hogy nem fogja föltenni ezt a kérdést. Nem tudom. Mindig is szerettem úgy barkácsolni, meg a kezemmel csinálni valamit, például zongorázni. És ahogy jártam az egyetemre, hát úgy kipipáltam, hogy ez nem, az nem. És a végén megmaradt a sebészet. Mint egy olyan tevékenység, ahol a kezemmel tudok csinálni valamit, és annak gyorsan van eredménye, tehát nem kell hónapokig várni rá. És akkor ez hogyan folytatódott az iskola után? Hát iskola után, már melyik iskola? Egyetem az után. Az egyetem után. Hát akkor a János Kórház sebészetén helyezkedtem, és sokáig ott voltam, 15 évig. És nagyon jól éreztem magam, az ugye elröpült az idő. Miért jött a váltás akkor? Hát ott bizonyos ilyen magánéleti dolgok miatt rendeztem át az életemet. És kerültem át a Kapás utcai sebészeti rendelő élére, és onnan jártam vissza János Kórházba operálni. Milyen esetek voltak egyébként? Mi az, ami ugye, úgymond a repertoárt kitette? Mi az, amivel foglalkozni kell napi szinten? Mondjuk ez baleseteket érint, vagy...
Milyen jellegű sebész? Az kevéssé. Hát, ugye én hasi sebész vagyok, tehát ami a hasban van, az lehet baleseti eredetű is, meg betegség által kiváltott dolgok is. Ugye, időnként az emberek hasba szúrják egymást, meg hasba rúgja a ló, meg efféle közlekedési balesetek is okoznak sérüléseket. Beszélgessünk egy picit magáról, erről a szakmáról, mert ugye úgy fogalmaztam a műsorunk elején, hogy egy hivatás, ugye általában az orvosok azért, vagy hát én azt gondolnám, hivatásként élik meg ezt a szakmát, illetve hát ha belegondolunk, hogy mennyit dolgoznak, meg milyen rendszerben dolgoznak, akkor azért tényleg ehhez kell egyfajta elszántság, elhivatottság. Ön hogy éli meg ezzel való időbeosztást, minden mást, ami ezzel jár? Hát, hogyha az ember ezt hosszú időn keresztül csinálja, akkor megszokja azt, hogy mindig fáradt, vagy valamilyen mértékben álmos. Ezt el kell fogadni, ezzel együtt kell élni. Ez az első lépés. Meg kell tanulni ilyen fáradt, meg álmos állapotban dolgozni, és koncentrálni. Most, hogyha az ember éjszaka oda kerül a műtőasztalhoz, akkor valami történik az idegrendszerünkkel, valószínűleg az adrenalin szint fölemelkedik, és akkor ez az álmosság átmenetileg megszűnik. Tehát lehetséges koncentrálni. Tehát hirtelen akkor fölébredés, akkor... Hát nem olyan nagyon hirtelen, de gyorsan. Igen. És mondjuk nincs olyan, hogy remeg a keze, vagy ilyesmi, hiszen itt azért nagy pontosságra és precizitásra van. Eddig még nem. Ha éhgyomorra sok kávét iszom, akkor átmenetileg néhány percig ez előfordul, de ezzel magyarázható. És az... Gondolom, hogy a műtőben, most így picit belegondolva laikusként, azért leginkább alvó emberekkel találkozik. Vagy éppen már elaltatott emberre, vagy gondolom ott tartatják el őket. Tehát nincs az a személyes kontaktus. Vagy nyilván mondjuk műtétek után megvan az, amikor bemegy a szobába és megnézi, hogy van a beteg. Milyen kapcsolatot kell elképzelni az orvos-páciens között? Nincs ebész és páciens között. Hát azért én törekszem rá, hogy ne akkor lássam először a beteget, amikor már ott van kiterítve, hanem előtte azért, tehát az orvos meg beteg kapcsolat az egy nagyon fontos és intim kapcsolat, aminek nem kell hosszú ideig tartania, vagy nem kell sokáig beszélgetni a beteggel, de néhány mondattal lehet azt érzékeltetni, hogy nem kell izgulnia, mert ez a lényeg. Tehát, hogy mi vár rá, milyen úton fog végig haladni, és mi az útnak a vége. Tehát, hogy ezt miért kell csinálni, ezt az egészet, ami neki rossz. Biztos vannak olyan napok, amikor rosszabb napok vannak, meg jobb napok vannak. Mi az, amit mondjuk olyan nagyon nagy sikernek él meg ön, mint sebész, és mi az, amit mondjuk kudarcnak? Hát remélem, ez nem tűnik nagy képviselni, de úgy nagyon nagy kudarcra nem emlékszem. Akkor ez azt jelenti, hogy jól végzi a dolgát? Remélem, hogy jól végzem, igen. Tehát ezeket mindig kerültem, az olyan helyzeteket, hogy hibát kövessek el. Hát sikerélmény persze az sok volt, amikor egy műtét jól sikerül, és a beteg gyógyultan távozik, hát ezt minden orvos szereti. Mert ez az egésznek a lényege, és a betegnek a mosolya, vagy a kézfogása, hát az jó dolog. Egyszer volt egy néni, emlékszem, aki a ágyon fekve a kezemet magához vonta, és kezet csókolt. És az milyen érzés egyébként ilyenkor? Hát szívszorító. Kellemetlen? Vagy szívszorító? Nem, ilyen inkább. Nagyon meleg. Ja. Van még esetleg olyan kirívó történet, amit ugye el tud mesélni a nézőknek? Milyen típusú? Hát akár egy pozitív, vagy valami viccesebb történet, esetleg ami a munkája kapcsán. Hát lenne bőven, de azok nem publikusak. Tehát így baráti körben, maximum egy kollégákkal, igen, de ezeket nem célszerű kiteregetni. Mert... Tehát akkor sok szituáció megfordul az ön életében, illetve a munkájában is. De nem unalmas egyáltalán, és van, sokszor van, mint derülni, meg nevetni, amit nagyon szeretek. A Fehérvári Kórházban dolgozik most már egy jó ideje. Itt, 3 éve. Itt milyen a légkör, és hogyan sikerült beilleszkedni? Hát én úgy érzékelem, hogy jól sikerült beilleszkednem. A légkörre sem
lehet különösebben panaszom. Egészen más jellegű, mint a korábbi két munkahelyem, de... Mennyiben más egyébként, miben? Hát kicsit olyan zaklatottabb a kórháznak a működése, meg az interpersonális kapcsolatok a kollégák között. Kevesebb a kollégákkal, más osztályon dolgozó kollégákkal a kapcsolat. Sokakról nem is tudom, hogy ki az és hol van. Hát óriási az egész kórház, és szóval picit a személytelenség légköre lebegi körül sokszor. De hát azért uralható. Hogyan kell elképzelni egyébként a napi munkát? Ugye beszéltük még a műsorunk elején, hogy ugye most is úgy érkezett ide, hogy ügyeletből, és hát nem túl sok alvással, és hát ugye arról is beszéltünk, hogy ez ugye hozzátartozik ehhez a munkához. Most egy napját például hogy kell elképzelni, vagy egy hetet, mennyit dolgozik, hogyan vannak ezek a 24 órás ügyeletek? Hát egy 24 órás ügyelet után egy nap pihenő van, ami hát semmire nem jó, csak arra, hogy az ember valamennyire regenerálódjon, majd a következő napon ismét általában be kell menni dolgozni. Hát nem tudom, hogy ezt jó elképzelni egy olyan embernek, aki mindig otthon alszik, de hát ez egy ilyen munka. Egyébként arra van lehetőség, hogy mondjuk, hogyha ez a 24 óra van, akkor közben egy picit azért lepihenjen, hiszen azért önnél ez nagyon fontos. Igen, igen, ez az itteni kollégák meg a nővérek is kezdetben mosolyogtak, talán még most is, hogy én minden helyzetben lefekszem. Tehát, hogyha éppen nincs semmi, akkor megyek be a szobámba, és megpróbálok lepihenni, vagy aludni, vagy valamit kicsit pihenni, mert nem tudom, hogy mi lesz a következő 10 percben, vagy egy óra múlva, tehát megragadok minden lehetőséget. És akkor ez mondjuk a... egy nap, egy-két napja, mondjuk a hete az mennyi ilyen 24 órából áll? Hát egy vagy kettő. És a többi napon, amikor nem 24 óra van? Hát akkor van 8 óra. Vagy kicsivel több, hát attól függ, hogy haladnak a műtétek. Napi szinten vannak egyébként a műtétek? Hát túlnyomó részt, igen. Ez vagy azt jelenti, hogy én operálok, vagy asszisztálok, de a műtőben kell áldogálni. Egyébként hogy látja a sebészetet ma? Mennyire haladott előre a korral, mennyire modern, mennyire lehetne változtatni rajta? Hát ugye vannak alapvető műtéti típusok, amiket bő 100 évvel ezelőtt XY kitalált. Azokat variálja manapság is, még a mostani sebész generáció is. Ugye bizonyos mértékig, ahogy a technika előre halad, és különböző fonalak, különböző varrógépek, különböző eszközök állnak egyre inkább rendelkezésre, ezeket lehet egyre szebben, vagy egyre finomabban, és minuciózusabban végezni, de attól az embernek a szervei ugyanott vannak, meg mindene ugyanúgy néz ki, amióta a világ, tehát nagyon eltérni ettől nem lehet. Tehát fejlődik, hogy ne fejlődne. Sok nagyon hasznos eszköz van, ami megkönnyíti a munkánkat. Régen ez elképzelhetetlen lett volna néhány eszköz, hogy ennyivel jobb lesz mondjuk 10-20 év múlva. Na térjünk át egy picit akkor a zenére. Zene, igen. Zene, mintha egy picit jobban szívügye lenne. Igen, igen. Zene az egy másik szféra. Ugye ez a föld. Ez a talaj, amin az ember él. De a zene az, ami innen föl tudja emelni azt, aki benne van. És az a szféra, az nagyon vonzó. Jó ott lenni. Ezt napi szinten meg tudja élni, vagy milyen gyakran van rá lehetőség? Igen, meg tudom. Tehát, hogyha úgy beleállok a gyakorlásba, akár egyedül is, mert gyakorolni zöme egyedül szoktam, és ugye elkapom a fonalat, akkor megyek a szférába. Beszéljünk egy picit akkor az együttesről. Hogyan jutott el odáig, hogy megszületett az ötlete annak, hogy alapít egy együttest? Hát elkezdtem zenélgetni barátokkal, és láttuk, hogy ez jó. Aztán ez megismétlődött többször, hát akkor zenélgessünk másoknak is.
akkor a visszajelzésekből úgy arra következtettünk, hogy ez másoknak is jó, tehát akkor csináljuk szélesebb körben, vagy máshol is. És minduntalan ilyen visszajelzések érkeztek, hogy ez jó. Egyszer az egyik basszusgitáros barátom egy korábbi formációban beadott egy jelentkezést egy tehetségkutató versenyre. Oh. És mondom, bottant, hát csináljad. Akkor még egy kazettát kellett beküldeni. És az lett a dolog vége, hogy ott voltunk a döntőben, a kampón, a bevásárlóközpontban, igen. Meg az RTL klub nyűzsögte körül ezt az egészet, óriási felhajtás volt. És akkor ezt megnyertük, ezt a tehetségkutató versenyt. Ez mikor volt pontosan? Hát ez legalább 15 év, vagy 18, nem tudom. Pege Aladár volt akkor a zsűri elnök, aki hosszasan méltatott minket. Hát mi csak ott ültünk, és örültünk, hogy tényleg rólunk beszél. Ja mindegy, tehát jöttek ilyen visszajelzések, akkor az együttesben azért cserélődtek az emberek különböző okokból kifolyólag. De mindig az a visszajelzés volt a közönség részéről, hogy erre van igény, ezt szeretik. Igen. Hát úgyhogy nem hagytam abba, és nem is szeretném. Ugye a tehetségkutató után azért úgy felszokták kapni az együtteseket. Az önök esetében így volt? Óriási mértékben. Igen, ki kellett járnunk a Kampona áruházban lévő Leroy étterembe, ez volt az elsődik. Leroy étterembe, és két hetente ott koncertet adtunk. Két autóval mentünk ki, ez borzasztó messze van Budapesten belül a Kampon. Vittük a dobot, az erősítőt, mindent, és kettő órán keresztül játszottunk. Hát igen, igen, alacsony jutalmazásért. És ezt akkor hogy tudta a munkával összeegyeztetni egyébként, hogy akkor két hetente meg volt, hogy akkor menni kell? Ez azt hiszem szombatra esett mindig, és akkor úgy alakítottam, hogy az a szombat este az szabad legyen. És az azóta eltelt időszakban mi történt? No, tehát ennyit a felkapástól. Igen, tehát igen. Persze ilyen ígéreteket, méltatásokat sok ember szájából hallottam, akik dicsérték a játékomat, vagy a játékunkat, de hát ezek nem vezettek soha sehova. Hát ezek csak így elszálltak, ezek a szavak. Ilyen lemezterződéseket is szoktak ilyenkor? Lehet, ötünk, hogy szoktak, de nem tudom, hogy mikor. Tehát, hogyha ilyen esetben nem, akkor mikor? Uh-huh. Nem tudom. Nem tudom, hogy működik ez a menedzser világ, de mindegy. Bocsássam, hogy mi volt a kérdés? Folytattuk tovább a történetet, ja. Az együttes történetét. Igen, hát akkor jöttek, mentek a tagok, játszottunk rendületlenül. Ahova már egyszer elmentünk, oda általában visszahívtak. Balatonfüreden voltunk sokszor a Tágóres sétányon, a Borfesztiválnak voltunk ilyen záró zenekarra, mindig egy szombat este, augusztus 20-a körül. Hát meg egyéb ilyen fellépések is voltak. Ma egyébként mennyi az a szám, amire mondjuk úgy tehető, hogy egy évben vagy egy átlag időben mennyit koncerteznek? Hát, mondjuk arra gondolok, hogy minden hétvégére esik koncert? Hát, én a koncertet úgy definiálom, hogy ott sok ember van. Van olyan zenésztársam, aki koncertnek nevezi azt is, hogyha egy kisebb helyre elmegy, és ott mondjuk azt 20-an meghallgatja. Hát hogyha így kitágítjuk ennek a koncertnek a definícióját, akkor bizony sok koncert van, mert vannak ilyen kisebb helyek, ahova szívesen elmegyünk trió formációban, mert az nem túl hangos. Uh-huh. És nem tudom, akkor hát akkor havi egy mondjuk általában van. Uh-huh. De igazából a nagy koncert az, ami az embert úgy inspirálja. Hát amikor abból mennyi adódik egyébként? Kevés. Nehéz szervezni. És rájöttem arra, hogy hát ugye én, mint együttes vezető és az informatikához egyáltalán nem értő ember, hibát követek el azzal, hogy nem menedzselem eléggé az együttest. Úgyhogy most kínlódom azzal, hogy valami honlapot készítsünk, meg a Facebookra valahogy fölrakjuk ezt az együttest, hogy meg lehessen találni minket. Mert csak igen, így tudnak az elhívni. Az biztos, hogy rá segítene azért a hírverésre. Hát ez most... Igen.
De tetszett látni, mit műveltem itt ezekkel a kütyükkel. Igen, akartam is kérdezni, hogy érdekes, hogy, hogy egy sebész, akinek tényleg fontos a technika, nézőink kedvéért mesélem el, csak hogy ugye nem fehérvári főorvos úr, úgyhogy azért volt kicsit nehézkes ide találni, de hát ugye a mai technika az annyira nem, bevallása szerint nem foglalkoztatja, tehát azért sem mondjuk okostelefon nincs, meg nincs fent a Facebookon, és a többi. Miért határolódik el ennyire? Nem tudom, hát így vagyok. Mert aztán az szokott egyébként történni, hogy előbb-utóbb az ember úgy, aki mondjuk annyira visszatartja magát ezektől a dolgoktól, azért egy idő után feladja, mert rájön, hogy hát igen, egy kicsit ugye azért könnyít az életemem. Igen, könnyű, de időrabló. Tehát abban a pillanatban, hogy bekapcsolom a laptopot, mindig meggondolom előtte, hogy mit akarok csinálni rajta. Mert az úgy elviszi az embert, és úgy szétfolyik az idő az ember keze között, és egy ilyen bekapcsolásnak az a végeredménye, hogy ott ülök egy órát. Meg közben jönnek a hírek, meg ide terel, meg oda terel. Tehát sajnálom az időt, akkor inkább gyakorlok. Egyébként az életét, hát most nagyon lesarkítottuk két részre, a munkára és a hobbira, vagy a szerelmére. Mi minden más teszi ki? Vagy csak ezekre szorítkozódik? Hát nem, azért viszonylag normális életet élek, tehát baráti, meg embertársi kapcsolatokat ápolok, meg van magánéletem, meg szóval vannak ilyen normálisabb vonatkozásai is az életemnek, de hát ez... Más hobbi esetleg van, amit így a hétvégenként vagy szabadidőben űz? Hát, vagy akkor csak zenél inkább? Szeretek sportolni, meg... szóval mi mindenféle szeretek csinálni, de leginkább gyakorolni. Az kikapcsolja akkor ezek szerint? Nem, hanem az kell, tehát ha az ember ebben a zongorázásban fejlődni, akkor az időigényes. Márpedig én nem szeretnék egy szinten megrekedni, hanem ennek az útnak sosincs vége. Meg hát ugye 30-valahány számot fejből tudni, hát, azt azért tényleg nem árt gyakorolni. Egyébként ez jellemző, hogy még most is vannak olyan dallamok, amik úgy egyszer csak előjönnek, és akkor gyorsan... Jönnek. Nem tudom, hogy fogalmaztam a műsor elején, tehát nem akarom azt mondani, hogy ír számot, hanem hogy... Találok. Talál, igen. Igen. Ezek véletlenszerűen gyakorlás közben meghallok egy hangot, vagy egy harmóniát lefogok, és akkor ott megállok a közfigyelem, és ahhoz hozzárendelek még további harmóniákat, és elkezdek egy dallamot írni rá, és hogyha jó, akkor azt megjegyzem. Múltkor egy népdalt írtam, mert hát mondom, ez nagyon könnyű, és akkor egy pillanat alatt ott volt egy népdal. Ezek csak ilyen játékok. Az együttesnek egyébként azért van egy szélesebb repertoárja, ugye jazz az alap, de azért olvasni, hogy azért van egy pár műfaj, amiben úgy megfordulnak. Azért ehhez sok mindent kell tudni. Igen. A jazz egyébként sajnos mostanában eléggé háttérben van szorítva. Tehát, hogyha az ember bemegy egy bevásárló központba, vagy elmegy egy strandra, velencei korzón végig sétálni. Óhatatlanul azt tapasztalja, hogy dübörög valami rettenetes, ilyen általános jellegű, számítógépen előállított zaj, amit az emberek úgy zenének definiálnak, nem tudom, hogy miért. A zene számomra az, amit élő emberek igazi hangszereken állítanak elő, vagy szólaltatnak meg. Tehát engem rettenetesen zavarnak ezek a zajok. És tehát manapság az embereknek a tudatából kiesett ez, hogy mi az a jazz. Hogy azt hiszik, hogy a jazznek az az ága, amit ők úgy hívnak. Van a free jazz, ami számomra is élvezhetetlen, mert annak nincs tempója, nincs dallama, az egy ilyen önmagának való technikai jellegű hangképzés, ami hát ugye négy fal között, hogyha négy ember összeáll, akkor érdekes, de emberi fogyasztása szerintem alkalmatlan. De az a 40-es évekbeli swinges, bosszanovás, bluesos, aztán később funk is, meg ilyen jó groove-os zenék, hát az nem igaz, hogy nem jó. Azt mindenki szereti. Így van. És nem tudják, hogy azt is jazznek hívják.
Igen, ez biztos, mert ugye sok, tehát tényleg úgy látom én is, hogy nagyon sokan ilyen réteg zenének gondolják, pedig aztán tényleg van egy elviselhetőbb, illetve hát sokkal élvezhetőbb formája is a jazznek. Régen mindig olyan koncertek voltak, amikre legalábbis én részt vettem, hogy csak ez az ember a fejét, ahogy így bólogat, és jönnek a dallamok, és tényleg ennyi volt a lényege. Tehát azért ebből van egy élvezhetőbb rész is, főleg az, amit ugye önök művelnek. És akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy hol és mikor lehet önöket látni itt Fehérváron legközelebb. Ha jól tudom, akkor októberben lesz egy jó kis koncert. Hát remélem, hogy jó kis koncert lesz, igen. És remélem, ez egy koncert sorozatnak a második lépése lesz. Az első az már Kápolnás nélkül megtörtént augusztus 18-án. Tehát ez igen, ez 12-én lesz itt a Öreghegyi Művelődési Házban, ahol teljes fölállásban mutatja meg magát az együttes, tehát dob, basszusgitár, gitár, zongora, szaxofon. Mire számíthatnak azok, akik ellátogatnak erre az estére? Hát én abban bízom, hogy egy elég komoly koncert lesz, és igen jó hangulat. Az szokott lenni. Most egyébként 5-én, azaz jövő pénteken pedig a trió formációval adunk egy koncertet, hogyha úgy tetszik, ez Agárdon van egy Tom-Tom kocsma nevű hely. Oda szoktunk eljárni, ott ilyen 20-30-40-50 ember jön össze. Az is nagyon jó szokott lenni. No, hát köszönöm szépen, hogy itt volt és elfogadta a meghívásunkat. Én kívánom, hogy a jövőben majd sikerüljön egy picit a menedzselés részét jobban beindítani, egy kicsit az informatika világában sikerüljön jobban elmélyedni, és hát természetesen azt a csillogást továbbra is majd lássuk az ön szemében, amikor a zenéről beszél. Mert ez egy nagyon érdekes felállás, amikor egy sebész tényleg zenél, tehát hogy mi mindenre használja a kezét, milyen más dolgokra használja a kezét. És én láttam azt, amikor ön erről beszélt, hogy mennyire más az arca a tekintete. Sokszor lássuk ezt még. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Önök pedig hallhatták, hogy Székesfehérváron nem sokára koncertezik a Dr. Jazz Band, úgyhogy tessék ellátogatni és megnézni főorvos urat. Köszönöm szépen önöknek is a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!